Amúgy a traktátus 65-ös lapját fogjuk tanulmányozni, és a 64-es lap végén tartunk. Talmud folytatja azoknak az esteknek az elemzését, ahol valamilyen rejtett kamat merül föl egy valamilyen tranzakciónál, és ezeknek vannak olyan kategóriája, olyan esetei, amelyek tiltottak, és vannak olyan esetei, amelyek megengedettek. Jézus Barhamo, Takif, Avdei, de Insi, de Masik, Beju, Zuzi. Va Avid, Beju, Avideta. Jézus Barhamo, aki Rava, a híres Rava apja volt, csinált olyat, hogy olyan emberek, akik adósai voltak, azoktól elvette a szolgáikat, mint egyfajta zálog, és addig, amíg a kölcsönt nem adták vissza, addig dolgoztatta őket a saját javára. Amelléu Rave Brei, erre Rave azt mondta neki, Vaj tajma avid már hachi. Mi az oka annak, hogy a mester így jár el? Amelléu Anan Rav Nachman Szfirili, mire azt mondta neki, én úgy járok el, ahogy Rav Nachman mondta. Mit mondott Rav Nachman? Rav Nachman azt mondta, Dama Rav Nachman, Nahum, Avda Nahum, Kárszélei Savi. Rav Nachman azt mondta, egy szolga a munkájával azt az értéket sem hozza vissza, amennyiben a kenyér kerül, amit megeszik. Ugye mi volt Rave problémája, hogyha hitelezőként az apja a adósainak a szolgáit dolgoztatja, akkor ez azt jelenti, hogy ő egyfajta kamat, rejtett kamatot vesz igénybe, mert a zálogként nála elhelyezett szolgák javát lefölözi, és majd a pénzét is visszakapja, tehát itt van egy rejtett kamat a dologban. Mire azt mondták ki Rave, hogy ez nincs így, mert vagy azt mondta az apja, hogy ez nincs így, mert ugye ezeknek a szolgáknak a fogyasztása az nagyobb, mint a kihozatala, tehát így ez számára nem egy nyereség. Ahogy ezt Rav Nachman is mondta, hogy egy szolga nem hoz annyit, mint amennyit megeszik. Amelé imur da amel Rav Nachman könyv, de ari avdei, de már kedebé kuvi, avdei achrini mi amár. Ezt mondta neki a fia, na jó, de lehet, hogy ezt, amit Rav Nachman mondott, ez csak az ő speciális esetére, az ő szolgájára, akit Darinak hívtak, az ő esetére vonatkozott, mert ez egy olyan semmire kellő szolga volt, aki azt csinálta, hogy a kenyérért, amit megevett, nem tudom, bohóckodott és táncolt a piac téren, de nem volt egy nagyon, nagyon hatékony szolga. De más szolgákra ez nem feltétlenül vonatkozhat. Ami lé, annak ki hadráv Daniel Barkev Katina Amarev Svireli, mert azt mondta neki Vésze Barhamo, jó, akkor én azt követtem, amit Rav Daniel Barkev Katina mondott Ráv nevében. Amellett ők fáldás a vérőjével azt szöbben Melachar Patúr, aki azt tanította, hogyha valaki igénybe veszi a felebarátja szolgájának a szolgálatait, olyan esetben, amikor a szolga amúgy tétlenül munkanélkül van, akkor nem kell, hogy fizessen azért, mert ugye a szolga ura nem, éppen nem használta a szolga szolgáltatásait, ugyanakkor viszont de nihelej, de Lei Nisztere Avdei, a szolga ura is elégedett azzal, hogyha a szolgája nem marad munkanélkül, mert nem jó, hogyha megszokja a semmit tevést. Lei, Hanemili, Heiha, de Lei Mászik Bézus. És ugye azt mondja, hogy akkor én is, amikor ezeket a szolgákat igénybe veszem, itt tulajdonképpen nem normál esetben sem kellett volna, hogy fizessek, akkor így ilyen esetben ezeknek nincsen pénzben mérhető értéke, mert annak, hogy az igényt a szolgákat használom, és ezért nem tilos, vagy nem tekinthető ez tiltott kamatnak. Amelei hanni milli héjhadeli mászik bezúzi. Ki minden mászik bezúzi, mi ezek a révész? Mi azt mondta ki, megint csak az apjának. Jó, de ez is csak abban az esetben van így, hogyha nem adott neki kölcsön, de ha kölcsön adott neki, és úgy használja a szolgáját, akkor mégiscsak úgy néz ki, mint hogyha
a szolgahasználat az egyfajta kamat lenne. Tamarabi Yisrael bar Menuhin amar Rav Nachman, Rav Abishai amru hadar b'chatzei chaverim shlomi daitan tzerich l'avzei sachar, b'chatzei tzerich l'avzei sachar. Hiszen ez hasonlít ahhoz az esethez, amit Rav Nachman maga mondott, és amit a tegnapi siúrban említettünk, hogy annak ellenére, hogy azt tanították a bölcsek, hogyha valaki egy olyan ingatlanban lakik, ami nem volt bérbeadásra számba, akkor nem kell felszámolni. Bérleti díjat. Ugyanakkor, hogyha ugyanez az ember kölcsönt adott az ingatlan tulajdonosának, akkor ez úgy nézne ki, mint egy dejtett kamat, akkor igenis számolni kell bérleti díjat, hogy ne tűnjön család, ne tűnjön kamatnak. Amrulej, és akkor ugyanez a helyzet a szolgában is. Amrulej, Hadrabi, mire azt mondta neki, az apja, jó, igazad van, visszavonom ezt, és nem fog többet így eljárni. Amar Abaye, Haiman de Masik Zudani Bisbe Havrei, Veka Azli Hite Arba, Grivi, Vizuzza Vesuka, Vjavili Uhamisa. Most a következő részekben arról lesz szó, hogy mi van akkor, hogyha valaki megállapodott valamilyen kamatot, és ugye, hogyha ez egy libiszk cucca, egy előre megállapodott kamat, akkor azt vissza lehet követelni a bíróságon, de nem, van olyan, amikor nem világos, hogy mennyi az előre megállapodott kamat. Például, Haiman de Masik Zuzibad Rüsszöhabei, valaki behajtott kamatot a fele barátján, és a kamat az terményben lett kifizetve. Az lichiter balgrivi, bizuzba suka, és eredendően négy szea űrmértékű búza lett volna a kamat, aminek az értéke egy zúz pénz volt, de később nem négyet adott neki, hanem ötöt, mert lement az ára a gabonának. Most ebben az esetben, amikor visszaköveteli, akkor mennyit követel vissza? Kimafkinan minei, árba mafkinan minei. Ebben az esetben négy szea búzát kap vissza az adós. Idach uzulehu de kamazli, gabej. Miért? Mert az ötödik, azt ő maga hiába abban a tudatban adta, hogy hát azért adja, mert lement az ára a gabonának, de ezt ő saját maga döntötte el, hogy így oda fogja adni. Ezért ez nem egy előre megállapított kamat, amit vissza lehet követelni, és ezért az ötödik szea búzát azt nem kérheti vissza, azt nem kapja vissza. Rave Amár, ha mi sem afkényem, de mikor teljesen visszaszeli adé. Rave ezzel nem ért egyet, és szerinte öt szea búzát lehet elvenni, elkobozni a hitelezőtől, mert azt is nem ajándékba adta, az ötödiket sem ajándékba adta az adós, hanem a kamatként adta. Hasonló eset, van már a báje, Haiman de Masikárba az az ödre visszabe havrejévi, hajjuk lima bege vájú, ha valaki négy zúz ribiszt hajt be a felbarátján, négy zúz kamatot, és az nem a kamatot, azt nem pénzben fizeti ki, hanem odaadja mondjuk a kabátját, aminek ennyi az értéke. Ki mafkini minei, a bal mafkini minei, glima lej mafkini minei. Amikor elkobozzuk tőle a kamatot, akkor nem a kabátot kobozzuk el tőle, hanem a kabátnak az értékét, a négy zúzt. Rave amár glima mafkini minei, mai támikéhdelai limru glima de megszajve kai glima de ribiszó. Rave ezzel sem ért egyet, szerinte a kabátot vesszük el tőle, a kabátot kobozzuk el tőle, és adjuk vissza az adósnak, hogy ne állhasson elő egy olyan eset, hogy az emberek ránéznek az illetőre, és azt mondják, nézd csak, olyan kabáttal takarózik, amelyik kamat módján került hozzá.
Amerav, Hayman de Masik Tracer, Zuzed Revisztve Havre, Agar Lei Hatszér, de mit Gára be a szarra, Ugréné, Hallébe Tracer. Rav egy következő esetről is beszélt, mikor valaki 12 zuz kamatot hajtott be a fele barátján, vagy tartott számon, és ezt úgy hajtotta be, hogy a udvarát kibérelte 12 zuzért, de ez egy olyan udvar volt, amiért a piaci áron csak 10-et kellett volna fizetni. Na ilyenkor mi van? Ilyenkor ettől függetlenül 12-t hajtunk be rajta. Hiába a piaci ár 10 volt. Ő ugye betudta 12-ként, de a piaci ár csak 10 volt, mindegy, ő 12-t kell, hogy fizessen. Amelére vágom, hogy évtere, vinneve leimeleik, ágra, hachi, de havekam is társali. Hásta, leim is társali, ágra, kulálnú dagra. Azt mondta, erre vágom, hogy évtere, vinnának, na jó, de hát miért 12-t hajtunk be rajta? Ő mondhatja azt, hogy jó, hogy én 12-ként számoltam be, és betudtam úgymond ezt a kamat helyet, és csak azért tettem, mert ennek nekem nem került pénzbe. De most, hogy pénzbe kerül nekem, és fizetnem kell, akkor én szeretném, hogyha én is a piaci árat, tehát 10-et fizetnék. És undam le, és várt, veki vált, az itt erre a vina, nem, ezt nem mondhatja milyen, mert ha megállapodtak abban, hogy 12, akkor olyan, mint hogyha 12 lett volna, és azért ő 12-t kell, hogy fizessen, tehát ebben az esetben tulajdonképpen pórul jár, mert a kamatnál is tehát nemhogy a kamat összegét elveszik tőle, hanem tulajdonképpen még két zuszt is. Mistához érkeztünk, és a Mista arról beszél, hogy szabad-e valaminek az árát felvinni eladóként, a kifizetés, a hátráltatott, vagy a késleltetett kifizetés miatt. Márbina szakharba, én márbina lameche. Azt mondja, a Misna, hogyha bérlésről van szó, akkor a bérleti díj kifizetésének a késleltetése esetén lehet a bérleti díj összegét megnövelni. Ugyanezt az eladásnál nem lehet csinálni. Kétszát, hogy kell ezt érteni? Iszkélő ez, ha célja, amely le, imár se vettene, hogy szenli, hárjél húre, ha beszersz laj. De sana, im se hajdes, be hajdes, szellele hajdes. Mondjuk bérbe adja neki az udvarát, és azt mondja neki, hogy ha kifizeted az egészet most, akkor egy évre 10 szeláért adom neked bérbe. Hogyha havonta fizetsz, akkor minden hónapban 100-at kell, hogy fizessél, tehát az összesen 12-100 manét, tehát az ugye megfelel egy szelának, akkor 12. Tehát most fizetsz, akkor 10, egy teljes évre, hogyha havonta fizetsz, akkor havonta 1, tehát az sem 12. Ezt szabad csinálni. Viszont, mahar lesz a szada, jó van, mert lói, im bársvata nőszín liára is elkobelem zúz, im le gajrem, és ném asszor mone asszú. Ha viszont ugyanezt az eladással csinálná, és azt mondja neki, hogy ha most kifizeted nekem a földemet, akkor odadom 10, odadom 1000 zuzért. De hogyha megvárjuk a születet, és csak akkor veszed meg, akkor, és akkor fizeted ki, akkor 12000. Akkor 1200, bocsánat. Na ez tilos. Azt kezdje a Talmud, Meisner és a Meisner Seifa. Tulajdonképpen mi a különbség a Misna eleje és a Misna vége között, a bérbeadás és az eladás között? Mi az oka annak, hogy a bérbeadásnál a késleltetett fizetés az megengedett, a eladásnál viszont tilos. Rába Rábi Jösszed Amrita Vájusz, Hírusz, Én nem is a lemez, Eleve Szóiv. Rába és Rábi Jösszed mind a ketten a következőt mondták. Mi a különbség a kettő között? Az, hogy a Hírusz, a bérbeadás az mindig normálisan a hónap végén van kifizetve. Egy kivendelő mát az imne, de legalább mikba, láv ágár náter lej, máshol de hal sávja. Ájde kamani, máshol tenni szlárjum, de ez a haszlanő. Húzdó, de kamazó, de ezért, amikor azt mondja neki, hogy ha kifizeted az egész évre előre, akkor 1000
hogyha havonta fizetsz, akkor, akkor 1200, akkor ő nem felviszi az árat. Az ár az 1200, az a normál. Mi mindig normálisan a bérlésnél a bérleti díjat, azt utólag fizetjük. Amikor azt mondja neki, hogy 1000, akkor ő ad neki egy kedvezményt. Tehát tulajdonképpen itt egy kedvezményről van szó. Mert a normál ár az a magasabb ár. Széfa kivendez vinni ninnu? A bajli miskal dami mársav hilkach agar nater leju, de azt mondja, ugyanez az eladásnál nem igaz, mert az eladásnál, az adásvételnél előre kell fizetni. Ezért, hogyha ő megengedi, hogy utólag fizessen, akkor ott igenis fölviszi az árat. Tehát ott az azonnali fizetést a normál ár, és a késleltetett fizetésnél az a megemelt ár, és ott azért kap extra pénzt, mert várj a türelmesen a pénzére, és a késleltetést fizeti meg neki a vevő, és ez tulajdonképpen egyfajta kamat, és ezért ez tilos. Amir Rave Dákubara Bannon Behamilszav Ukmiákra, Rave azt mondta, hogy ezt a dolgot a rabbik annyira jól eltalálták, hogy még egy tórai mondatot is találtak ennek a igazolására, már annak, hogy a bérleti díjat azt utólag fizetjük. A Tóra úgy fogalmaz most, hogy a 3. könyve, 25-es fejezet, ott vármas mondat. Keszhír, sanöbe sanö. Azt mondja a Tóra, mint egy fizetett bérlet évről évre. Mit jelent ez? Keszhír, sanö, zúj, nem is támaszanöbe sanö, ahérez. A bérlet azaz évről évre van fizetve, az ezévi bérletet azt a jövő évben fizetjük. Oké, okay. Mit mondott a misnánk? Imle göjrem is nem azt mondom, van-e? Azt mondja, hogy az eladásnál azt mondja neki, hogyha a születet megvárjuk, akkor 1200-ba fog kerülni, és nem 1000-be. Ezt hívjuk úgy, hogy társa. Társa arámul azt jelenti, amikor eladsz valamit késleltetett fizetéssel, és azért van milyen plusz összeget számolsz fel. Most alapból ez ugye tilos, de Nachman mégis azt mondta, hogy ez megengedett. Amire Nachman társasani. Úszor ember hámlem Nachman, amely lirábúvke bár hámlem Nachman, imlegeim is nem azt mondja, basszul, azt kereszte erre, de ami bár háma. Mások szerint barukva. Rábúkva. Hogy mondhatod azt, hogy Nachman, hogy a társa megengedett, a késleltetett fizetésre eladott dolog az megengedett, amikor azt tanuljuk a misnában, hogyha eladja a földet, és azt mondja, hogy ha nem most fizetett, hanem csak majd, amikor bérbe vett, vagy csak amikor eljött a szüret, akkor 1200 legyen 1000 helyett, akkor az tilos. Ez egyértelmű, hogy a késleltetett fizetés tilos. Amléj, haszam, kacléj, hachaléj, kacléj. Azt mondta erre neki nem Nachman, a misnában említett eset valóban tilos. Miért? Mert ott egyértelmű is tette az árkülönbözetet. Azt mondta, hogyha most fizetsz ennyi, hogyha késleltetve fizetsz, akkor annyi. Az én esetemben, én egy olyan esetről beszéltem, amikor nem lett egyértelműen kimondva, hogy mennyi lenne, ha most fizetne. Csak arra beszéltem, késleltetve fizetsz, jó, akkor ennyi. És ezért mert nem egyértelmű a különbözet, ezért nem egy egyértelmű meghatározott kamat. Amrav Papa, társadi díj is, Amrav Papa is azt mondta, az a fajta halasztott fizetés, amit én szoktam csinálni, az megengedett. My time a... Mit csinált Amrav Papa? Elad, ugye a szület idején ősszel datoljabor, amit ő készített, az olcsóbb volt, tavasszal drágább volt. Ő eladott ősszel a olcsó időszakban datoljabort drágán a tavaszi áron, azzal, vagy azért, mert a vevő csak tavasszal fizette ki. És ezért ez megengedett.
És erről mondta az, bocsánat, hogy ez megengedett. My time a sikrai lai paszid, zuzai lai sikna. Szóval miért megengedett? Szóval, mert az én borom nem ment volna tökre tavaszig, a pénzzel nincs szükségem, én ráértem volna tavaszig. Anu de kama vidna milszagabi lökjár. Én vagyok az, aki szívességet teszek a vevőnek, hogy odaadom már ki már most a bort, amúgy én megvártam volna a tavaszt. Amúgy én sem is bédre a vidra, papa, mely hazamárnak az, ez baszodi dach, ez baszodi dél. Aztán a kirab se is ez. Na jó, de mester, miért a te oldaladról közelíted ezt a kérdést, miért az ő oldaláról? De illu, have leu, zuze, have shakli, ki hasta. Ha az ő oldaláról közelítesz, akkor ha azt nézed, ha lenne pénze, akkor a mostani árat fizette volna. Hásta, de lész le, hogy zuze, sok lebbjük adatok, amely. Most viszont, hogy nincs pénze, kénytelen egy magasabb árat fizetni, tehát akkor mégiscsak olyan, mint a kamat. Amrav Háma társadi díj, vádájsai. Rav Hámának is volt egy megjegyzés, azt mondta, az a fajta halasztós fizetés, amit én csinálok, az mindenképpen megengedett. Mi volt ez? Itt arról volt szó, hogy ő eladta kiskereskedőknek az árut. Ezek elvitték a piacra, ahol drágábban eladták, és azt csinálta, hogy ő nem a nagykereskedő áron adta el a kiskereskedőknek, hanem a kiskereskedők megközelítő magasabb áron, de nem kellett, hogy kifizessék egészen addig, amíg ők el nem adták. Tehát gyakorlatilag hitelre adta el, így viszont egy magasabb összeget kapott, és ez mégis megengedett. My time on nicho leo de likover is uszi, de kal ha éha de kaz, li sávki leo mixve nakot leo suka. Mi ennek az oka? Azért az, hogy mi ennek az oka, hogy ez megengedett, hogy az áru egészen addig, amíg el nem adják, az én nevemen van, én viselem a felelősséget, ráadásul bárhol mennek, az a tény, hogy ez az én árum, ez egy plusz a számukra, mert abban az időben Babilóniában, Perzsiában a Talmid Chachamok, a rabbiknak kereskedelmi forgalomba bocsátott áruján nem volt adó, és ráadásul elsőbséget élveztek az eladásnál, tehát először az ő árujakat vették meg a piacon, és ez ezeknek a kiskereskedőknek mindenképpen a javát szolgálja. Hilchaszak, Rav Háma. Hilchaszak, Rabbi Lazar. Talmud most, hogy a végehez értünk, végveszi azt mondja, először is a halakha Rav Hámot követi. Ez a fajta, az utolsó, utoljára említett halasztott fizetés, ez megengedett. Hilchaszak, Rabbi Lazar, és amit Rabbi Lazar mondott, hogy a korábban, a 61-es lapon, hogy Gribisk cucca jöjtsződe jönim, hogy egy előre meghatározott kamat, az visszakövetelhető a bíróságon. Ez is a halakha. Hilchaszak, Rabbi Jánai, damer máli heinu málint vejjem. És ugyanígy, amit Rabbi Jánai mondott a 63-as lapon, hogy nem mindegy, hogy a gyümölcs vagy az áru, az is a halakha. Miről volt szó? Rabbi Jánai ezt annak kapcsán mondta, amikor valaki előre fizetett a valamilyen terményért az eladónak, úgy, hogy az árut később fogja megkapni, de amikor az árut meg kell, hogy kapja, már magasabb lesz az értéke az árunak. Ha eljön az idő, és az illető nem tudja odaadni neki az árut, akkor a magasabb értéken levő pénz kell, hogy visszaadja a vevőnek. És erre mondta azt, Rabbi Jánai, miért? Mert hogyha adhatott volna neki magasabb értéken árut, akkor nem mindegy, hogy árut vagy pénzt ad neki. Ez nem számít kamatnak. És ezt is elfogadjuk, ez is része a halakhának. Megyünk tovább, a következő misnához értünk. Mahálo esze szadem, naszállni mixez damim. Vamellai, maszeset írce, havim, maiz, vettai lesz selha, aszú. Mi van, akkor valaki elad valakinek egy földet, de részletfizetésre, tehát az illető adott neki egy előleget, vagy egy első részletet, és azt mondja neki, hogy jó, amikor majd hozod a maradék pénzt,
akkor vigyed a földedet. Most ezt tilos csinálni. Ugye miről van szó? Egy olyan esetről beszélünk, hogy majd ezt talmud tisztázni fogja, amikor az illető azt mondja, eladom neked a földet mától, most fizetsz egy első részletet, de birtokba a földet csak akkor kapod, amikor a maradékot is kifizetted. Ugye ebben az esetben, ha kifizeti a maradékot, akkor visszamenőleg az övé a föld. Időközben viszont az eredeti eladó, eredeti földtulajdonos fogyasztotta a föld terméséből. Akkor ez egyfajta kamat. Ha pedig azt mondanánk, hogy jó, akkor ebben a fennmaradó időszakban, köztes időszakban fogyassza a termést a vevő, akkor az meg azért nem jó, mert ha végül nem fizeti ki, és az ügylet semmi is lesz, akkor az eladó kell, hogy visszaadja neki a pénzt, viszont ő közben fogyasztott a gyümölcsből, akkor az olyan, mintha vissza volt, kapta volna a pénzét, és még fogyasztott a gyümölcsből, mintha kamatot szedett volna arra a pénzre, amit előreként adott az eladónak. Tehát sehogy se jó. Vóász, de jó van már loj, mi játan észeli, mi kán vácsol és anni már észeli. Helyőselőj. Mi van akkor, hogy valaki kölcsön ad, és zálogként azt mondja, kölcsön adok neked, és ha 3 évben belül nem adod vissza a pénzt, akkor enyém a földed. Akkor ebben az esetben ha tényleg ez történik, akkor eljárhatnak így, és valóban övé lesz a föld. A káhaja bájtusz ben zainin, és így járt el bájtusz ben zainin, ilyen ügyleteket csinált, mindezt a rabbik engedélyével. Na nézzük, mit mond a Talmud. Mi a Eichel Peres? Ki az, aki a gyümölcsöt fogyasztja? Abban az esetben, hogyha mégis megtörtént az, amiről a Mishnánk beszél, valaki vett egy földet, kifizette az első részletét, az volt a megállapodás, hogyha majd kifizeti a maradék részt, akkor visszamenőleg az övé a föld, ebben a köztes időszakban ki az, aki a gyümölcsöt eszi? Elfúna, mert melyik elég a périsz? Van a nem, mert sársénsz a périsz? Funa szerint az eladó eszi a gyümölcsöt ebben a, vagy a termést ebben a köztes időszakban. Rav Anon szerint viszont egy harmadik félnél letétbe helyezik a termést. Löjplégi, de valójában nem vitatkoznak. Nincs vita közöttük. Hada amár lehi májszik ni. Hada amár lehi májszik ni mások. Attól függ ugyanis, hogy hogyan hangzott az eladás. Ha az eladás úgy hangzott, hogy ha majd kifizeted a maradékot, akkor lesz a földet tiéd, akkor addig nyugodtan eheti a gyümölcsöt a eladó. Ha viszont úgy hangzott, ahogy azt a Mishnánk is mondta, hogy ha majd kifizeted, akkor, hogy nem ahogy a Mishnánk mondta, vagy ahogy mi értelmeztük a Mishnánkat, ha majd kifizeted, akkor visszamenőleg lesz tiéd a föld, akkor nem lehet sem az eladó, sem a vevő az, aki fogyassza a termést, hanem egy neutrális fél nélkül, hogy letétbe helyezve legyen, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz. Ha létrejön üzlet, akkor azért nem jó, ha nem jön létre az üzlet, akkor meg azért nem jó az egész. Tani Rav Száfra, Ribiz, de Vej Rabbi Chia, Pamim Sönnéjem Mutarim. Ennek az egész ügynek a kapcsán azt mondta Rav Száfra, azokban a brájtákban, amit Rabbi Chia szedett össze a kamat szabályaival kapcsolatban, hogy van olyan Pamim Sönnéjem Mutarim. Van ilyen halasztott fizetésű ügyleteknél. Van olyan, hogy mind a két fél, az eladó is és a vevő is fogyaszthat a termésből. Palmim is nem azt mondja, van olyan, hogy mind a kettőknek tilos fogyasztani a termésből, és egy harmadik félnél kelletét behelyezni. Palmim is nem éhe mutalő kiach haszul. Van olyan, hogy az eladó ehet a termésből, de a vevő nem. Palmim is elő kiach mutalő mehe haszul, és van olyan, hogy hogy a vevő ehet a gyümölcsből, de az eladó nem. Hogyan lehetséges ez? Anni ravi baszrei, palmim is nem mutarim. Majd ez még hozzátette,
Rave a magyarázatot, és azt mondta, mit jelent az első eset? Pamics és Nélmú Tarim, de amelyek néki sír zuzach. Amikor azt mondta, hogy mind a ketten fogyaszthatnak belőle, az 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 eset, amikor az volt a megállapodás, hogy egy részletfizetéssel van dolgunk, azért a részletért, amit kifizettél, megkapod az annak megfelelő értékű földet, de annak a részét fogyaszthatja az eladó, bocsánat, a vevő. A maradék részt megfogyasztja az eladó, ebben az esetben mind a ketten fogyaszthatnak a gyümölcsből. Pamis ez nem a szurim, de amely lényeg, hogy májszik nem ásabb. Mi az eset, amikor mind a ketteneknek tilos aktívan fogyasztani, és egy harmadik neutrális felnél kell letérbe helyezni? Ez a mi esetünk, amikor azt mondta neki, hogy ha majd kifizeted a maradékot, akkor mostantól legyen már visszamenőleg a tiéd a föld. Pajméhe mutál a kiáh, vagy a kiáh asszol. Mojéhe mutál a kiáh asszol, de amely lényeg, hogy májszik ne. Az eladónak szabad fogyasztani gyümölcsből, a vevőnek tilos, ez pedig az az eset, amikor azt mondta neki, hogy amikor kifizetted a maradékot, akkortól legyen majd a föld a tiéd. Pamisul a kiáh mutar, amely lehér asszod, amely lehék, nima áksa, bezúzira hávi hálvalga bach. És mi az, amikor a vevőnek megengedett, és az eladónak tilos, amikor azt mondja neki, legyen már mostantól a föld a tiéd, és a fizetési kötelezettség, ami hátra van, az egy kölcsön, az egy adósság. Ebben az esetben rögtön övé a föld, mármint a vevőé, és ez az eladónak tilos fogyasztani a terméséből. Mántános és Ném a szurim. Ki az a mester, aki ezt az esetet tanította, hogy van egy olyan eset, amikor mind a kettőknek tilos belőle fogyasztani? Amra funda breid rabbi Yeshua, de leik rabbi Yehuda, amár cád echad beribis muta. Azt mondta erre, Rav Huna, egy dolog biztos, ezt nem Rav Yehuda tanította. Rav Yehuda korábban azt tanította a 63-as napon, hogyha csak egy oldalról van a kamat, ami azt jelenti, hogy a kamat nem egy konkrét kölcsönügylet, hanem egy tranzakciós ügylethez kapcsolódik, egy adásvételi ügylethez, és nem 100%-os, hogy kamat lesz belőle, mint például a mi esetünkben, amikor ha a végén nem fogja kifizetni a vevő a történetet, akkor vissza kell, hogy adja a pénzt az eladó, és hogyha közben az eladó fogyaszt, akkor sajátját fogyasztotta, tehát igazából akkor nincs semmilyen kamat. A kamat probléma csak akkor merül föl, hogyha fogyaszt belőle, és a végén kifizeti a vevő, mert akkor az eladó tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy azért fogyaszthatott, mert türelmesen várta a halasztott fizetésre. De ez nem egy bizonyossággal megállapítható kamat, mert lehet, hogy nem így fog történni. És erre mondta azt, hogy Júda, amikor cád echod be ribisz, akkor a kamat nem 100%-os, akkor az megengedett. Tehát nem előre bebiztosított 100%-os. Tehát ezért mindenképp ez a mondás, ez nem Rabbi Júda véleményét követi. Miskénlő bájsz, miskénlő szad, amellőleg stírcelem, vagy hemlő szimkerem, elellő li, vagy damim hallalló asszúr. Amikor azt mondta neki, hogy legyen egy zálog a te ingatlanod, vagy a te földed, és ez egy új eset, ugye? Tehát valaki kölcsön van, és azt mondja, hogy legyen zálogként ez a föld, vagy ez az ingatlan, de tulajdonképpen egy elidegenítési tilalmat tesz rá, egy elővásárlási joggal, és azt mondja, hogy ha el akarnád adni ezt az ingatlant, akkor annyiért kell elad, amennyiért én most, amennyit most én kölcsön adtam neked. Aszur. Ez tilos. Miért? Mert itt akkor tulajdonképpen egy jó áron fogja eladni neki az ingatlant, azért cserébe, hogy ő kölcsön adott neki. Ez ugye tilos, mert ez egyértelmű kamat. Ha viszont azt mondják, hogy besövéljem, vagy elővásárlási jogom, de az a piaci értéken van, akkor mutar, akkor ez megengedett. Mántán, vagy Dammal Lalo Aszur. Ki az, aki azt mondta, hogy ez tilos? Ez Rav Yehuda.
De ez semmiképp nem Rabbi Júda, megint csak, mert ugye Rabbi Júda azt mondta, hogy Czádechot Beribisz mutar, hogyha nem 100%-osan megállapítható előre a kamat, mint például itt, ha nem biztos, hogy el fogja adni a házat, vagy az ingatlant, ami az állóként be lett vonva, akkor ott ez az nem egy bizonyosan megállapított kamat, ezért ez ebben az esetben megengedett lenne Rabbi Júda szerint. Machalő bájsz, machalő szadva, amelőnek siú, ma és hachzirém li. Asszur. Következő eset. Mi van akkor, ha valaki azt mondta, eladom neked az ingatlanomat, vagy a házamat, de majd lesz pénzem, akkor kérlek, hogy ennyi pénzért, amennyit kaptam adásvételként, mindenképp visszaadod nekem a házat, vagy az ingatlant. Legyen egy visszavásárlási jogom. Akkor az tilos, mert itt tulajdonképpen amikor a időközben a házat vagy az ingatlant használja a hitelező, akkor az egyfajta kamat azért, hogy megvette a házát, és majd engedi visszavásárolni. Tehát igazából ez egy kölcsönügylet, amiben viszont van egy kamatelem, az, hogy időközben használja a házat meg a termést. Ha viszont azt mondja nekinek, siú lecha ma és zirem lecha mutar. Ugyanakkor viszont, hogyha az eladó vagy a vevő mondja azt, hogyha lesz pénzed, akkor visszaadom neked az ingatlant, de erre nem kötelezhető, így a hitelező vagy a vevő, akkor ez megengedett, mert itt, ha akarja, akkor eladja újra neki az ingatlant, de ez nem egy kötelezően beépített elem, és ezért ez nem egy kölcsönügylet, hanem tulajdonképpen egy adásvétel, ami szabad akaratánál. Mántanamra funnabrej, de visu az előkribéz, írgribéz, hudalmar, lecálekodbribéz, muta. Erre az esetre is azt mondta a Funda, hogy ez semmiképp nem Rabbi Júda véleményét követ, mert Júda szerint ez egész megengedett lenne, mert mind a két esetben nem bizonyos, hogy a kamat fel fog állni. És Rabbi Júda azt mondta, hogy ha nem bizonyos, akkor az megengedett. Talmud azt kérdezi, Májsna és a Májsna széfa, mi a különbség a két eset között? Az első esetben, amikor kötelező elem, a másik esetben, amikor azt mondja a vevő, vagy más szóval a hitelező, hogy hát ha gondolom, akkor majd visszaadom neked, visszaeladom neked. Mi a különbség a kettő között? Az első tilos, a második megengedett. Amara rave, széfadam, limi dajtej. Azt mondja, azért, mert ahogy mi is magyaráztuk, mert a másik esetben ő ezt saját elhatározásából mondta. Saját elhatározásából mondta, tehát nem olyasmi, ami ami kötelező elem lenne. És azért ez egy adásvétel, és nem egy kölcsönügylet.